Szeretettel köszöntöm testvéreket délután Isten tiszteletünk alkalmából. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 164. éneket. 164-es ének, kegyelmes Jézus, itt vagyunk. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyújjon fel kívánságunk, itt vesség tanulására. Csak te hozzád ragaszkodjunk, te minket értelmünket, lelki sötétség oktabé, de szent lelked szívünket, tiszta fényel úgy töltsebbé, hogy jól gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kellett várnunk. Dicsőségnek nagy fénye, Istentől jött virágosság, indít lelkünk készségre, nyisd meg bűnünk szívünk észám. Kimutolásunk könyörgésünk, úrunk Jézus, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozom. Hála és dicsőség, tisztesség és magasztalás. Te néked mennyi édes Atyám, felséges Istenünk, és a báránynak, aki megöletett a Szentlélekkel egyetembe. Magasztalunk, mert szent vagy, csodálatos vagy, hatalmas és erős Isten, aki nem él vissza a hatalmával, hanem inkább érgalmaságot gyakorol mindazokkal, akik bűnvallással te eléd járulnak, Uram. Köszönöm te néked, hogy most is összegyűjtötted ezt a kicsin csapatot, Uram. Köszönöm, hogy vannak, akik még fontosnak tartják, hogy délutáni Isten tiszteleten is itt legyenek. Uram, könyörgök te hozzád mindazokért, akik nem szomjasok, nem érezik és szomjózzák az igényet, mert a te igény az igazság. Könyörgök te hozzád, bocsássunk nekik, hogy nem tudnak időszakotlani, nem tudják a jobbik részt választani. Miként ezt Mária is tette annak idején, ott abban a kicsit Betániai otthonban. Hálát adok te néked, hogy én is itt lehetek a gyülekezet közösségében. Köszönöm te néked a délutáni, délelőtt igényedetés is. Köszönöm te néked, mennyi édesetek, hogy Uram, többen eljöttek, de könyörülj meg rajtuk, Istenem, nem tudom, hogy mit tennének akkor, hogyha te is csak vasárnap, csak annyi eledelt adnál, hogy csak egyszer étkezésre lenne elég. Könyörgök te hozzád szeretteinkért, áld meg őket is, és légy velük is, Uram, ezen a napon, amely az Úrnak a napja, hogy megszenteljék őket. Könyörgök a betegekért, gyógyítsad őket, hozd vissza közénk, Uram, és állítsd helyre, Uram, az egészségüket. Köszönöm szeneket, hogy már jó bizonyságai vagyunk annak, hogy te vagy az igazi gyógyító. Könyörgök te áld meg a mostani délután Isten tiszteletünket is.
De könyörgökkel valózzál a korosztói bejutató Isten tiszteletét is. Uram, áld meg azt a lelki pásztort, akit odaküldtél, hogy tudja vinni tovább azt, amit az előtt gyelkezett. Adj érvelést ott is, egy kicsit Szilvásváron is, Uram. Nagy szükségünk van arra, mert senki sem mihet te hozzá, ha nem vonja az eket, te mondottad, hogy Jézus Krisztus. Kérjed az Atyát, hogy vonja az embereket te hozzá, hogy megismerjenek téged. Te légy most is velünk, tárd meg az igét, annak gyarló szólóját, és te nyitottál mi szívünket, hogy valóban bemelsen rajta a békesség fejedelme. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Ez a testvérek az a szentég, amelynek alapján Isten szent lelkét hívva bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található a mai Újszövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a római beliekhez írt levelében, 13. részben, az első 10 versben. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalmaknak, az az Isten rendelkezésnek áll ellen. Aki pedig ellen állnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjárattól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalmaktól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja. Aki az ő haragját hajtja végre azon, aki rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adót az adóval. Akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelemmel, akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, és ne ülj, és ne kívánj, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeress fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fel a barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Kedves testvérek, ünneplői gyülekezet! Ezt nagyon sok embernek nem tetszik ez az ige, amit most felolvastam. És nagyon sokan megkérdezték már, hogy azoknak is, akik tömeggyilkosok, azoknak is engedelmeskedni kell. Nem csak azoknak, akik ezt jó királyoknak, vagy jó vezetőknek mondan. Igen. Meg is van válaszolva ebben az ige szakaszban az, hogy miért. Azért Isten szolgálja, ha te javadra hazonban rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot,
hanem ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azokon, akik a rosszat teszik. Az ő haragját hajtja végre. Nagyon divatos, kedves testvérek, prédikálni a szerető Istenről. Szokták így is emlékezni Isten, hogy a jó Isten. Hát valóban, ő természeténél fogva jó. De akkor is jó, amikor fenyít, amikor büntet. Legjobb példa erre Izraelnek a népe. Hiszen Izrael fiát elsőszülött, figyelek, hogy úgy mondjam, elsőszülött választott népe. Azonban láthatjuk, akik ismerjük az Ószövetséget, az a nemzet, amelyet Isten kedvelt és szeretett, magának kiválasztott, hanaszolt őt már borsot Istennek az orra alá, csak a pusztai vándorlás ideje alatt is. Többször is meg akarták követni Mózest, akkor, amikor esetleg nem volt kenyerük, vagy vízük, felhangzottak, hogy miért hoztál ki bennünket ide meghalni. És amikor Mózes beszélt az Úrral, akkor azt mondta, hogy nem téged húzták meg ez a nép, hanem engem. És ez így van napjainkban is, kedves testvérek, hogy aki utálja a vezetőket, vagy szidalmazza, vagy bántalmazza, az magát Isten bántalmazza, és Isten utálja. Mert megérdemelte a nép azt, amit Isten lenne, azok azt, amit tett vele Isten a pusztában, mint próbaképpen tette Isten. Isten még a rosszat is javunkra tudja fordítani, sőt, általában azt fordítja legtöbbször a javunkra a rosszat. Így elmondottam már többször is, hogy Isten a legjobbat akkor tette velem, mikor a halálunk árnyékában voltam. Mert akkor térített vissza magához. Elhagytam én is Isten, ugyanúgy, ahogy Isten, Izrael népe is elfelejtődött Isten. De tudni kell utána megbánni és engedelmeskedni Istennek. Mert csak az a bűn bocsátatik meg, amit megbán az ember és el is hagy. Azok a bűnök bocsátatnak meg. De amelyeket tovább folytatunk, kívánságainkat például, az nincs megbocsátva. Akárhányszor is mondjuk, hogy Uram, Uram, bocsáss meg. Jézus mondja is az egyik helyen, nem mind az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába. Nem aki hallgatja, hogy cselekszi, hogy megnyerítje a magadatát. Cselekedet. Igaz, hogy az üdvösség nem cselekedetek által van, de a hitnek és a szeretetnek a gyümölcse az a jó cselekedet. Azért mondja itt, hogy nem, ne félj a feletted lévő hatalmaságtól, mert ha jót teszed, akkor nem kell félned, majd dicséretet van. Igen, tapasztalatunk szerint mi is tapasztaltuk már, hogy bizony igazságtalanul is elítélik az embert, és bántalmazzák az embert, de nem csak nekünk, hanem Pál apostolnak is. Volt része ebben a bántalmazásokban. Hiszen többet szenvedett, mint a többi apostol együttvéve. Azonban ezek a bántalmazások is Isten akaratából vannak. Szokták mondani, hogy hát miért engedi ezt meg az Isten? Én azt szoktam mondani erre, hogy vegyék egy tudomásul, Isten nem megenged dolgokat, hanem cselekszik dolgokat. Isten maga cselekszik mindeneket a dolgokat. Legyen ez akar migráció, vagy koronavírus,
Isten akaratából és tudtából történnek mindezek a dolgok. Lehet kérni az atyát, hogy múljon el, mint ahogy az Úr Jézus is ott a Getsemáné kertjében, igaz? Kérte az atyát, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár. De mit mondott utána? Ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te atyám. Legyen meg a te akaratod, mondjuk is a mi atyámba. De mégse egyezünk bele az ő akaratába. Nem értek egyet, különben van egy énekünk, az, hogy az bünteti, ki szeret. Ezzel mondattal én nem értek egyet. Mert Isten nem bünteti az övéit, sőt a világot sem. Csak egy valakit büntetett Isten. Az ő egyszülött fiát Jézus. Mert a bűnnek a büntetése a vádlat, a halál, az örök halál. Csak ő büntette. Azokat, akik ellene szegülnek, csak fenyíti. Mert fenyíteni bottal kell, és nem fegyverrel. De ha fegyverrel fenyít is Isten bennünket, akkor is áldásunkra lesz nekünk a nagy nyomorúság. Ezt mondja az igen. Áldásunkra lesz nekem a nagy nyomorúság. A felettes hatalmasságok. Felettes hatalmasságok Istentől rendeltettek, azt mondja az igen. És az igen nem hazudik. És az ő szolgálja. Egyik helyen mondja is a fáraóról, hogy az én szolgám. Arról mondja, aki által megszállta Izraelt és elhurcoltatta, rablászok üzde az ifjaikat. Azokról mondja, hogy az én szolgám. Arról mondja. Mert Isten eszközként használja fel őket. A hatalmasságokat is. Természetes dolog, hogy Isten nem elnézi a bűnt, hanem megbocsátja. Épp azért nem térhet vissza újra ahhoz a bűnhöz az ember, amit már megbocsátott Isten. Csak akkor, hogyha helyet ad a sátánnak. És nem az Úr Jézus Krisztus fogadja be az ő szívébe. Igen, láthatjuk, kedves testvérek, hogy az ördög kihasználja viszont ezt. És ő is felhasználja a felettes hatalmasságokat is. És épp azért vannak hatalmasságok részéről is törvénytelenségek. Azért vannak, mert az ördög is ott van. Hiába az Isten szolgálja, az Isten akaratát is hajtja végre. Isten megakadályozhatná azt, hogy ne tegyen törvénytelenséget a felettes hatalmasság. De nem akadályozza meg. Mert okkal van minden. Ok nélkül nem történik ebbe a világba semmi. Van is egy ilyen énekünk, hogy ha az Úr szomorít, oka van rá. Tudom én, javamért szomorít. Tudom én, javamra fordítja a gyászom, örömárral előbb bekerül. Tehát a rossz után következik a jó. És a legjobb, amit Isten ezzel az engedetlen emberiséggel tett, akkor, amikor nem könyörült meg a fiam, hanem véres áldozatul odaáldozta a bűnét. Egyszer hallottam az egyik szolgálatban az Evangélium rádióban, amikor arról volt szó, az a történet ment, hogy Isten megállította Ábrahámnak a kezébe a kést, amikor Izsák remelte, hogy áldozza fel a fiát. Véres áldozatul. Megállította a kést a kezébe. Mert Izsákon megkönnyörült.
Mint tudjuk, ő is elsőszülő fiú volt. De az ő saját fián nem könyörült meg. Nem mentette meg a keresztül. Mert ha megmentette volna, megtehette volna. Csak akkor nem kell, akkor hazugságban maradt volna az Isten. Mert Isten nem hazudik. Hiszen megígérte. Már az Édenkertben elhangzott az első profécia. Hogy mondja, az asszony maga a kígyó fejére tapos. És az a proféta a könyvben is az a megér, hogy néznek fel arra, akit által szegeztek. Tehát minden meg van írva a mi megváltásunk történetéről, hogy hogyan fog történni. Minden meg van írva a Bibliában. Isten előre megmond mindent az embernek. Ha szereted az Urat, a Istenedet, akkor élsz. De hogyha nem szereted, akkor meghalsz. És itt azt olvassuk, hogy szeressük a mi felebarátainkat. Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatok a régieknek, hogy szeress felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom, aki gyűlöli az én felebarátját, immár gyilkos az ő szívének. Tehát, hogyha mi nem viszonyozzuk a gyűlöletet, hanem jóval viszonyozzuk, tehát nem rosszal viszonyozzuk a gyűlöletet. Azt mondja az igaz egyik helyen, eleven balzsak gyűjtesz az ő fejére. Mert a gonosz csak a jóval lehet legyőzni. Mert Isten nagyon jól tudta, hogy miért van szüksége ennek az emberiségnek a fenyítésekre? Azt mondja, hogy az utolsó időkben a hit elfogyatkozik. Már nem az a hit, amire nagyon sokan mondják, hogy hisz, mert hitetlen ember nincsen ezen a világban. Senki. Mindenki hisz valamiben, vagy valakiben. Van egy a pénz hatalmában hisz, a mammonban. De csak egyetlen egy hit van, amely üdvözítő hit. Az Úr Jézus Krisztusban vetett hit. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözölsz. Mert aki nem hisz a fiúban, az a megérő, már elkárhozott. Nem el fog kározni az utolsó ítélet után, nem. Hogy benne marad a pározatban. Mert az ember születéskor beleszületik a pározatba. Mert ez a föld átok alatt van, és az ember is átok alatt van. Átkozott legyen a föld te miatt, hogy ezt mondta Isten. És ez átok alól csak egy valaki tud kiszabadítani. Az Úr Jézus Krisztus, a fiú. Tehát a párhozatból csak ki lehet jönni, vagy benne maradni. Nem kell a párhozat érteni semmit. Csak nem ragadni meg azt a kezet, amelyet Isten a fiában, Jézus Krisztusban kinyújtott meg. Jézus Krisztus az Istennek a megfogzabbított keze. Kinyújtott az emberiség felé, adott egy sanszot, egy lehetőséget az embernek, hogy kikerüljön a pározat állapotába. Hogy visszakerüljön az égeni állapotba, az üdvösségbe. Mert az van megírva, hogy a pározatot, a poklot Isten nem az embernek teremtette, hanem a sátánnak és az ő angyalainak.
Az emberiségnek az üdvösséget a teremtette, az életet teremtette az embernek. De elveszítette ezt az örökségét. De ez az örökség, az megvan Jézus Krisztusnak. Mert akik a Jézus Krisztuséi, az az örökös társak is. Ő mondja, hogy nékem adatok minden hatalom menjen és földön. Minden hatalom. A hatalmasságok is, és a beosztottak is. A kis emberek is, és a nagy emberek is, a vezető emberek is. Pilátusnak mondja az Úr Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy nem tudod, hogy volna hatalmam felmenteni is, vagy keresztre feszíteni. Mit mondott neki Jézus? Nem volna hatalmat, ha nem kaptad volna. A Krisztusgyilkos Pilátus hatalmat kapott Istentől. Igen. Kedves testvérek, olyan sokszor elgondolkoztam már azon, hogy Pilátus miért akarta minden áron felmenteni Jézust. Mert a gonosz lélek munkálkodott benne. El akarta veszíteni Jézust ott, amikor azt mondta, hogy ugorja a templom tetejéről. Legyél öngyilkos. Igaz, hogy hozzátette az igéből azt, hogy majd angyalainak parancsol belőle. De azt mondta, hogy ne kísérd az öröket, Isten. Igen, ott még el akartak pusztítani, hogy nehogy eljusson a Golgotáig, a kereszt halálig. El akartak pusztítani. És amikor itt volt a Golgotának a kapujába, akkor viszont meg akarta menteni mindenképpen. Még a Pilátus felesége álma által is igaz. Még ő által is, álom által is meg akarta menteni. Menteni. De Isten nem engedte. Jaj lett volna nekünk, hogyha akkor felmenti Pilátus. De még akkor is jaj lett volna, hogyha Jézus engedett volna a négy kérésének. Mit kiabálta négy ott a kereszt alatt? Ha Isten fia vagy, menj meg magadat, szabadíts meg magadat. Megtehette volna? Isteni hatalmánál megtehette volna. Ott is ezt kiabáltatta az ördög, hogy éljen azzal Isteni hatalmával. De ő nem ért, mert ő engedelmes volt, ez van megírva, mint halálig. A keresztfának halálának volt engedelmes. És a hatalmasságoknak joga van. Most olvasok, hogy a Sámuel próféta könyvét, és akkor, amikor a négy királyt kívánt magának, mint a körülbelül lévő népek, hogy királyok vannak, akkor azt mondta, hogy de azt is mondd el majd a népek, hogy milyen joga lesz a királynak. Adók vett királytok, tizedet, elviszi a lányaitok, a szakácsoknak, kerücskészítőknek. Fiaitokat katonának, ez lesz a királynak a joga. És mégis királyt kínáltak magukat. Akkor is most azt mondja, hogy nem téged utált meg ez a nép, hanem engem utált meg. Az én királyságomat utálta meg. Hát akkor Isten királysága volt Izrael. Izrael királya Isten volt. Ő mondta meg, hogy mit kell cselekedni a proféták által. Isten most is szól. Szól az írott igény keresztül, de a hirdetett igény keresztül is szól Isten. Figyelmeztetik az embereket, hogy térjenek meg, mert az idő közel van. Mert amikor már újra eljön a fiú,
akkor már majd ítélni fog eljönni. Akkor már nem fog kegyelmezni senkinek se. Mert amikor lebocsátották kötélen a beteget, hogy Jézus elé gyógyítsa meg a vénát, akkor Jézus mondott egy mondatot. Hogy megbocsáttattak a te bűnét, azt mondta a vénát. Mit értő ezzel, gondolták a farizeusok? Mit értő ezzel, hogy nem megbocsátottak a bűneit, ha itt fekszik bénán az ágyban? De fel is lázadtak a farizeusok, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnt. És ezt nagyon jól mondták, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnt. De Jézus folytatta, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani a bűnt a Földön. Néked mondom, kelj fel, beteg összejárát is menj. De ehhez már isteni hatalom kell. És az Istennek van hatalma megbocsátani a bűnt. De csak a Földön. Ez nagyon fontos szó. Nagyon fontos mondat a Bibliában, hogy csak a Földön bocsáthatja meg ezen a Földön. De amikor már ő eljön már ítélni, akkor már hiába könyörögnek majd. Hogy nem a te nevedben prédikáltunk, üstünk üldögöket, gyógyítottunk betegeket, nem ismerlek titeket. Mert elolvozták Jézus Krisztusnak a nevét. A saját dicsőségükre használták fel ezeket a dolgokat. A prédikációkat is, a gyógyításokat is. Ne felejtsük el, kedves esetben, hogy ezeket is tud csodát tenni, gyógyítani is például. De ez nem az Úr Jézus. Akit az Úr Jézus meggyógyít, az teljesen szabad. Ez megszűnik attól a tulajdonságától, hogy saját dicsőségét hajszolja. Hogy ne dicsérjék érte. Jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek, ezt mondja az igen. Kedves testvérek, nem véletlen, hogy vannak lelkipásztorok, hál' legyen az Istennek, aki nem tetszik mindenkinek a gyülekezetbe, itt is például. Nem mindenkinek tetszik. Mert nem fut együtt a világban. Nem az ő szájuk színe, vagy kedve szerint prédikál. Például nem még ki szoktott felavatni. Felszentelni. És ez nem tetszik. A világnak nem tetszik. De Istennek van hatalma megvédeni az övét. Van hatalma. De ha nem tenné is, ezt is hozzá kell tenni. Akkor is el van készítve a hely. Ott az egy dicsőséget hozzá. Adjátok még mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adó, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Tiszteletet megadni. Ez azt jelenti, hogy csak annyi tiszteletet adjunk meg mindig a másiknak, amit magunknak elvárunk. Csak mindig annyi tiszteletet. Akkor már teljesítjük Istennek az akaratát. Adót fizetni meg tudjuk, hogy kell. Ez az államháztartást a szent kell tartani. És vámot fizetni?
Ugye ott van szerint külön voltam. Mert a turistáktól ott is szedtek vámat. Itt is be kell vallani, hogy mit hozom. És ezt nem tudtam hova tenni, nem tudom most se, hogy akinek a félelemmel, annak a félelmet. És most megvilágosította Isten előttem ezt is. Most ebben az órában. Féljed az Urat, a te Istenedet. Az Isten félelmet. Tehát ő neki tartozunk félelemmel, egyedül. Másik ilyen Jézus azt mondja, hogy ne féljetek attól, akik a testet ölik meg. Hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyermába. Tehát ne féljetek akik a testet ölik meg. Hát lássuk, kedves testvérek, hogy a szeretet parancsa, az egyszer mindenkorban érvényes. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik a szereti, betöltötte a törvényt. Aki a másik a szereti, betöltötte a törvényt. Mert a törvény betöltése a szeretet. Ugye kettő parancsolatnál van, kezdődik ki, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat. Két parancsolatnál kezdődik ki. És ez a két legfőbb parancsolat. És ez is megvan írva, hogy aki nem szereti az ő fel a barátját, akit lát, miként szeretheti azt az Istent, akit nem lát? Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok emberben lakozik az a lelkület, ami Tamásban is lakozott. Hiszem, ha látom, igaz? Anyám mondja. Én csak azt hiszem, amit látom, hogy megfoghatom. El szoktam mondani, hogy ki van írva a nagyfeszültségi oszlopra. Hogy a vezeték érintése a halálos. És semmiben sem veszem, nem hiszem el, hogy ez igaz. Próbáld csak meg azt érintsd meg. Majd megtudod, hogy igaz. Tehát szeretd az Urat, a te Istenedet, és teljes. És akkor betöltöttük a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. A szeretett át a törvény betöltése. Amen. Imádkozom. Hallottál szívvel magasztalunk téged, mennyi éves atyám. Ebben a délutáni órában köszönjük te néked, hogy nem vagy személyválogató. Te felhozod a napodat mind a jókra, mind a gonoszokra, sőt esőt is az. Nem kivételezel, bár volt eset a Bibliában, Uram, amikor mindent elvert a jég, de Gósen földén, ahol a választották lakott, ott nem vert el a jég. Mert ővelük akkor kivételeztél, meg is teheted, Uram, mert neked hatalmad volt. Köszönöm te léged, hogy távol tartottak tőlem, azok a természeti katasztrófákat, Uram, amik most is vannak a világban. De könyörgök azokért, akik most is elszenvedték azokat a károkat, Uram, légy segítségükre, hogy megtanuljanak te hozzád kiáltani segítségért, Uram. Mert hiába való az emberi segítség, ha te nem segíted őket. Munkád a szívükben, hogy ez oda térítse, oda fordítsa az ő szívüket, ezek a katasztrófák te hozzád, hogy megtérjenek és téged hívjanak segítségül, Uram. Ne a halálokat, ne a bálványokat, Uram, könyörülj meg rajtunk.
könyörgötte hozzá, mennyi édesatám, betegekért, azokért, akik most is kórházi ágyban vannak, kórházi ágyon, gyógyíts meg őket, Uram. Különösképpen könyörgötte hozzá, millió kérjéért, Uram, találtad, hogy milyen rossz állapotban van, de te meg tudod gyógyítani, ha akarod, légy irgalmas hozzá, hozz vissza közénk ide a gyülekezetbe, Uram. Hogy megnyugodjék ott a szolgáló leányoknak és családának a szíve is, és amit mi szívünk is, Uram. Ne aggodalmaskodjunk miatta. Könyörgötte hozzá egyházadért. Jaj, megújulom, adj ébredést az egyházból, hogy fújjon az ébredés szele, Uram, úgy, mint az 50-es években történt. Áraszt kívánok a szent lelkedet. Minél többen megtérjenek. És töltsd meg ezeket az üres székeket is, Uram. Olyan jó volt átélni fiatal korunkban, amikor az emberek tolódtak az Isten tiszteletre alkalmakra és a Biblióra. Most olyan közömbösek lettek, bocsáss meg nekik, Istenem, mert nem tudják, hogy mitől esnek el. Könyörgötte hozzá egyházunk vezetőjét, segj nekik is bölcsességet. Így visít elég, Uram, az elkövetkezendő időkben bekövetkező presbiter választást is. Adjál olyan előjárókat ennek a gyülekezetnek, akik valóban csak te benned hisznek egyedül is, a te gyermekeid, te követeid. Könyörgök te hozzád népünk vezetőjét is. Könyörgök te hozzád, adj nekik bölcsességet, hogy bőszívvel tudják vezetni ezt a kicsi magyar népet. Hár még ezt a magyar népet határunkon belül és határunkon túl, Uram. Ezt a népet, amely én századokon keresztül megőrizte, a te nevedet a nemzeti imádságában, Uram. A te áldásodat kéri ezt a nemzetet, őrizd meg minden bajtól. Szabadíts meg bennünket, Uram. A migrációtól is és a koronavírustól is, te megteheted. De ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem hogy te elrendelted a te szívedben már egyszerűen. Könyörgök te hozzád, te légy vagyok, az elkövetkezendő héten is, munkánk végzésében is, te adj erőt a munka végzéshez, te tartsd távol katasztrófákat oda, és te őrizd meg bennünket, enyhítsd a csontjainkba lekedszett fájdalmat, hallgass meg minket. Názáreti Jézus nevébe kérünk, így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. Én bocsátom a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátom az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk szerves része az örökodással, én többen helyezem az apostoli igéjét, jobb adni, mint kapni. Fogadjátok az áldást. Semmifelől ne aggódjatok. Mindenért hálát adjatok. Kéréséteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé, és az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrzni a szíveteket és gondolatjaitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Akkor énekkel fejlődjük be a 165-ös dicséretet énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyerte őt imádni, fogod ottan elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte újjon térre. Alla
Amen. 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 Am